nem régen történt veled egy baleset. Úgy hallottam. És hát akkor te már ennek a hajléktalan szállónak a vezetőjeként működtél, nem kis sikerrel, elismerésekkel, nagyon sok embernek adtál segítséget, és az most is. De történt egy olyan baleset, ami hát majdnem, hogy keresztül húzott minden eddigi számítást. Elmondanád ezt a történetet? Igen, igen, elmondom a történetet. Ez 5,5 évvel ezelőtt történt. Egy szombati napon, december 12-e volt, és mivel az előbb említetted, hogy ilyen duruc ellemmel működök, karácsonyi hajtást szerettük volna megúszni, hogy előtte már elkészíteni mindent, hogy a karácsony az legyen karácsony. Ilyen túlhajszolt időszak volt. És mentünk vásárolni, az egyik mellékutcából kellett kihajtanom kocsival, és a villamos elé hajtottam. A villamos elütött, a féltestem eltört. Milyen autó volt? Megvan még mindig az autó. Berlingo. Hát ez... Jó. Ezer Berlingo. Jó, igen, igen. És pont ott voltak a tévések, valami tévéfelvétel volt valahol, és látták a romokat, jöttek a mentők, tűzoltók, stb. És le is adták azon az este a híradóba, úgyhogy eléggé nagyon hamar elment a hír, hogy milyen baleset történt velem. Beszállítottak a balesetibe, ott kiderült, hogy sok-sok törésnek volt. Eltört a gerincem, eltört a bordám, eltört a csípőm, a medencém, a szeméremcsontom. Mind nem tört el? Hát a jobb oldalom nem tört el. Tehát a bal oldalad az végig eltört? Az végig eltört, igen. Igen? És... Gondolom kórházba vittek. Igen, igen, CT-ztek, stb. Hát megijedtem. Annyi volt a vizsgálatok után, felvittek az osztályra, és megnézettem a lábamat, hogy tudom-e mozgatni, hogy érzem-e, akkor megnyugodtam, hogy nem bénultam le, tudom mozgatni, kértem, hogy hozzanak ágytálat, hogy mennyire sérült a belső szervem, hogyha minden rendben van, akkor természetesen elindul a vizelet. Ezt is kipróbáltam, akkor tudtam azt, hogy az Isten megmentett, hogy nem haltam, mert nem fogok meghalni, nem fogok bénán maradni. És annyi volt egy lélek jelenlétem, hogy az Orsovai Dezsőt mondtam a lányomnak, hogy hívja föl, hogy imádkozzanak értem. És vasárnap imádkoztak értem a gyülekezetbe, és én ott órák alatt meggyógyultam. Na részletezzük ezt csak, mert amikor az embernek minden el van törve, akkor hogy van ez? Hogy érzi, hogy meggyógyult? Hát úgy éreztem a gyógyulásomat, hogy nem éreztem igazándiból semmit, sokkos állapotban voltam a balesettől, levágták rólam a ruhát, valamivel betakartak, nem veszítettem az eszméletemet, eszméletemnél voltam, tudtam azt, hogy nem fogok lebénulni, hogy Isten nem vitt haza, akkor nekem most itt helyt kell állnom, és így összeszedtem a gondolataimat. Este jöttek, hogy adnak nekem kábítószert, mert olyan fájdalmaim vannak, hogy ez csak kábítószeres gyógyszerrel lehet tompítani. Éreztem, hogy ez nekem sok, ez a kábítószeres gyógyszer, és valahogy végigéltem az éjszakát, nem tudom, hogy hogyan. Féltem, hogy a kábítószeres gyógyszernek a hatására valami sokkal rosszabb történik, mint ami történik most velem. És reggel rögtön szóltam a Dezsőnek, hogy lesz van a gyülekezet, és hogy imádkozzatok értem. És imádkoztatok értem, és onnantól kezdve éreztem, hogy ura vagyok a testemnek. Hogy nem az fog történni, amit velem történtetnek,
hanem én fogom megmondani, hogy mi fog velem történni. És hozták a gyógyszert, és mondtam, hogy én nem kérek gyógyszert, mert nekem nincsenek fájdalmai. És mondták, hogy na ne szórakozzak, ez lehetetlen. Hát ezt csak így lehet tompítani. De mondom, én nem kérek. És láttam azt az irdatlan körülményeket, amik ott vannak, ott féltettem az életemet, hogy eltesznek láb alól. És mondtam, hogy én haza akarok menni. Ez a másnapján volt a betegségnek? Igen, másnapján. Balesetnek? Igen, másnapján. Mondták, hogy ez szó se lehet róla. Majd, ha jön a főorvos hétfő reggel, majd mondjam el neki. De ez vicc, amit én most mondok. Mondom, ez nem vicc, én haza fogok. Megjött a főorvos, akkor láttam először, és mondtam, hogy én most haza akarok menni. Azt mondta, hogy ez lehetetlen. De mondom, én saját felelősségemre, én haza fogok menni. Azt mondja, hogy nem ad nekem mentőt. Jó, akkor mondom, van lehetőség, akkor kérek egy magánmentőt, hogy magánmentővel vigyenek haza. És haza is vitettem magam, mert akartam élni. És fölkeltél az ágyból, és gyalogoltál, vagy mi? Nem tudtam. Hát a testem romokba hevert. Hát ilyen, jöttek a mentősök, átraktak ilyen lepedőkkel, meg mit tudom én, és akkor hazahoztak. Rögtön telefonáltattam, volt egy kolléganőnk, aki egészségügy is, és mondta, hogy mondom, Judit, figyelj, gyere holnaptól kezdve hozzám, mert itt szükség van rád. Azt mondja, most lett vége a munkámnak, kiléptem, mondom, ragyogó, akkor itt fogsz nálam dolgozni napi 8 órába. És ő volt az, aki segített, akkor hát ezt ne vedd velem, mert az egy kicsit ilyen nem morbid. Nem baj, mondja, csak ez jó. Én leírtam neki, hogy mit kell velem csinálni. Aha. Hogy kell infúziót adjon, C-vitamin, ennyi milligram, meg annyi, meg menjenek. Ezt ahonnan tudtad, hogy mi mennyi milligram? Hát mert ilyen kis... Mindig is érdekelt az egészségügy. Jaj, te autodidakta módon... Igen. Sok évvel ezelőtt is csináltam már, meg érdekelt, hogy a gyógyászat. Igen. És tudtam azt, hogy körülbelül így lehet ezt meggyógyítani. Aha. És az első, harmadik, negyedik napon már megpróbáltam felállni. De Törött mindennel. Ahogy fölállítottak valahogy, és mondták, hogy na akkor kaptam keretet, kaptam ilyen kerekes mobil vécé, amire valahogy rá kellett volna ülni, meg stb. Írdatlan volt, és azt mondtam, hogy uram, ha nem vittél haza, akkor biztosan célod van, hogy maradjak, akkor most veled együtt, és természetesen bocsánatot kértem tőle, hogy uram, tudom, hogy túlhajtottam magam, tudom, hogy nem lett volna szabad ezt, amit én most csináltam, már régóta ezt így élni, hanem kellett volna levegőt adni magamnak, de ez már megtörtént, akkor most már uram, itt vagyok, akkor most már segíts nekem, hogy tegyél engem helyre. És egy ilyen, azt mondtam, tudod mit, uram? Én szeretnék olyan egészséges lenni, olyan mozgékony, mint 50 éves koromban. Hát ha az ember kér már, akkor ne egy Trabantot kérjen, nem, akkor egy Mercedes-t. És azt kértem, hogy olyan legyen a mozgásom, mint 50 éves koromban. És a napnak minden időszakában imádság, néztem a videókat, fönt volt az interneten az imádság, amikor értem imádkozik a gyülekezet, ahol Dezső bemondja, hogy a Sáráér Uram, ezt nem tudnám megmondani, hányszor lejátszottam mai napig is, meg szoktam nézni, és belekapaszkodtam, hogy Uram, akkor most. És újra kellett tanulnom járni, mert ahogy felálltam, próbáltam a lábomat, hogy az első lépéseket nem ment. Nem tudtam. Nem adtam föl. Nem baj, egy óra múlva újból, és akkor ilyen pici apró léptekkel elkezdődött az újraépítés. A lányom nagyon aranyos volt, azt mondta, hogy figyelj, normálisan kellene viselkedni, mint egy rendes betegnek. Mondom, és hogy viselkedik egy rendes beteg? Azt mondja, az csak fekszik, és kicsiket nyög, és adunk neki gyógyszert, és alszik.
te meg állandóan, hogy add ide a fújókát, hagyd fújjak, akkor hozd ide a vitamint, akkor hozd ide a tabot, kapcsold be. Folyamatosan adtam az instrukciókat, hogy életbe akartam maradni. És a 12. december 12-én történt a baleset. Persze a lakók, a menedékházban a lakók nagyon meg voltak ijedve. Hát persze nem tudták, hogy ha én meghalok, akkor mi fog velük lenni. És meg akartam őket nyugtatni, hogy élek, és jól vagyok, és jól fogok lenni, és jövök, és Szentestére oda vitettem magam autóval. Tehát két héttel a baleset után? Igen, igen. Hát de volt segédeszköz. A jobb kezem, meg a hajam, és akkor így húztam magam. Akkor volt egy ilyen redőny zsinó, gurtni, ami a szekrénynek a lábához volt kötve, és akkor azzal próbáltam magamat fölhúzni. De az egész testem az olyan volt, ezt csinálta, hogy az volt a nagyon nagy szerencsém, hogy szerkezetileg nem estek szét. Nem esett szét a bordám, nem esett szét a csípőm. Tehát nem kellett műteni. Nem kellett műteni semmi. Visszamegyek még egy picit, egy pár nap után, amikor már így fel tudtam valahogy kelni, és beültem abba a kis kerekes székbe, akkor oda mentem a szekrényhez, és láttam a zárójelentést, amit saját felelősségemre kiadtak. Hát iszonyatos dolgok voltak beleírva. Iszonyat! Hát mondom, hát ez lehetetlen. Mondom, legjobb, ha én ezt összetépem. Nem akarom, hogy senki se látja, igen. Fogtam összetéptem, igen. Bravo. Hát minek? Hát egyszer már az Isten meggyógyított, úgy döntött, hogy nem viszel. Azért te nem vagy helyre semmi. Fog. Jó, oké. És akkor, elmentél a hajléktalan szállóra? Elmentem, igen. 24-én, igen. 12 nappal a baleset 12 után. Nappal a baleset után. És begurítottak, vagy be nem? Begurítottak, igen, igen. Hogy nyugodjanak meg. Aha. Hogy itt vagyok, hogy vagyok. Sírtak az emberek. Sírtak. Mert igazándiból szeretnek engem. Ez nem rossz. Nem, igen, bele tud az ember kapaszkodni, hogy nem véletlen vagyok itt. Hogy Isten akarja, hogy ezeket az embereket szeretni kell. Hát ki szeresse, ha én nem szeretem őket? Hogy azért vagyok odatéve. Ez olyan, mint egy anya, akinek van egy csomó gyereke, egyik ilyen problémával küzd, másik olyan problémával küzd, egyiket jobban ki kell mutatni a szeretetemet, másiknak kevésbé. Ez egy ilyen érzés. És akkor karácsony után hogy alakult a sztori? Karácsony után folyamatosan épültem. Folyamatosan. Én nem voltam egy percig se beteg állományban. Nem dolgoztam. Bementél? Nem, hát az ágyba dolgoztam. A papírmunkát? Papírmunkát. Utaltam a fizetéseket, a kolléganő ment a bankba. Irányítottam az eseményeket. A balhékat is, meg amik úgy történtek. Aha. És aztán? Ami nekem nagyon tetszik a történetbe, az a nyomorult állapot, amikor az ember ilyen gyalázatos állapotba kerül a test. Mert kerül az ember gyalázatos állapotba. Amikor ki van szolgáltatva, hát a fürdetés, a vécézés, már bocsi, de ezek hozzátartozik az ember életéhez. Amikor segítségre van szüksége, hogy elvégezze a dolgát, az borzasztó megalázó. És mondtam, hogy Uram, ha az lesz a legnagyobb ajándék, amikor én magam elvégzem, és én magam fogom magam után letakarítani a vécét. És Uram, megígérem, hogy mindig gyönyörű, szép, tiszta lesz. És mai napig is, amikor ránézek a vécére, azt mondom, hogy az az enyém. Ez a meló, az én meló. Nagyon gyorsan felépültem. Nagyon gyorsan. Ilyen problémákkal évig, egy év. Rehabilitációknak a igénybevételével. És te neked meddig tartott? 12. Másfél hónap.
január végére? Igen, már vezettem az autót. Hoppá. Igen. Na akkor most vonjuk le a tanulságokat. Vonjuk le a konzekvenciát. Mit tanultál ebből? Tanultam a mértékletességet, amit még most is tanulom. Ez nekem egy nagy kihívás, mert hajlamos vagyok a túlkapásokba, hogy egy nap alatt én szeretnék 16 dolgot megcsinálni. És ez nem normális. Mindennek van a rendje, hogy amennyit kell dolgozni, dolgozni kell, kell aludni Istennel együtt. Ez olyan, mint mikor megkérdezték Jézustól, hogy Uram, kell-e a császárnak adót fizetni? És azt mondja Jézus, hogy ami a császárnak, amit az Istennek, amit a testnek, amit a szellemnek. Ez az egyensúly, amit én elveszítettem a súlykot. Milyennek ismerted meg ebben a betegség balesetben az Istent? Az második megtapasztalás, mert hogy tudtam azt, hogy velem van, hogy nem haltam meg, nem bénultam le, az már egy jel volt. A következő az volt, amikor kaptam a rendőrségről egy határozatot, hogy elvették a jogosítványomat, és azt mondtam, hogy Uram, nem baj, semmi nem baj. Ha biciklivel kell járnom, a lényeg az, hogy meggyógyultam, és neked akarok élni, neked akarom az életemnek minden időszakát adni. De figyelj, én annyira szeretek autót vezetni. Én már olyan régóta vezetem az autót. Ha lehetséges, akkor kérlek, segíts, hogy visszaadják nekem azt a jogosítványt. De csak akkor, ha te is akarod. Ez egy sírva, és úgy éreztem magamban, hogy ez annyira, annyira őszinte és annyira szívből jött ez az imádság, hogy engemet is úgy megérintett. És fölhívtam a kapitányságon az ügyintézőt, hogy ez történt, és le volt írva, hogy adjam le a jogosítványomat. Nem tudom, hogy hanyadikán kellett volna leadni, és kértem tőle, hogy esetleg, hogyha visszakaphatnám, hogy nem kellene leadni. Azt mondja, hát ilyet nem szoktak csinálni, felejtsem el. De ha mégis írnák, azt mondja, egy kérelmet, és akkor természetesen imádkoztam az ügyintézőjére, ahogy kell, megáldottam, stb. Meg ha be tudna jönni, meg meghallgatásra be kellene jönnie. Megírtam egy pár sorba, hogy mit szeretnék, és mondták, hogy mit tudom én, következő héten menjek be. És a kollega bevitt, ilyen járókerettel. Ez mikor volt? Azt hiszem, hogy január közepén. Aha. Akkor még nem vezettem, mert nem tudtam, hogy most vezetettek-e, vagy most mi fog velem történni. Bementem a rendőrségre, hát úgy, olyan töröttem meg, ahogy kinéztem, és fölvittek liften, és mondja a nő, hogy maga kicsoda? És mondtam, hogy én azért jöttem, beivattak, én vagyok a vala. Azt üljön le! Leültem, ők is megkapták a zárójelentést, azt mondja, ez maga? És maga hogy jött ide? Hát mondom, azt tetszettek mondani, jöjjek be. Tehát magának nem kellett volna ilyen állapotban. Hát ilyen zárójelentéssel. Hát magának nem kellett volna idejönni. Hát hogy tudott idejönni? Hát mondom, itt jöttem, itt próbáltam kicsit viccesre venni, és akkor itt följöttünk itt lifttel. Szóval magának eltört a gerince is. Hát mondom, igen. Azt mondja, jó, oké. Rendben. Jó, hazamehet. De van valaki, aki magát kíséri, mondom, persze, lent várnak engem. Akkor lementünk, és rá két napra kaptam a levelet, hogy eltörölték, és nem kell a jogosítványomat leadni, hogy vezethetek. És azóta is vezeted az autódat, és jól tudom, vezeted a hajléktalan szállót is, a
Misszió alapítvány. Misszió alapítvány. Hajléktalan szállóját. Hányan vagytok, hogy vagytok most ott? Köszönjük szépen a kérdést, jól vagyunk. Isten kegyelméből. Azóta a misszió alapítványnak lett egy belső használatú neve, menedékházzá nyilvánítottuk. Nem szeretem ezt a hajléktalan szót, olyan nagyon-nagyon rossz csengése van. Bajba jutott emberek menedékháza, ez a belső használat. Ez egy felemelőbb, nem olyan megalázó, hogy, mert egy hajléktalan ember az azt jelenti, hogy a perifériára szorult. És én azt gondolom, hogy minden embernek kell adni esélyt, hogy ez egy lépcső, erre a lépcsőről feljebb lehet kerülni, és megadjuk nekik azt a lehetőséget, azok az eszközök, amik számunkra adatott, hogy feljebb kerüljenek. És ezen dolgozunk. Köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk ezt a bizonyságot. Valóban hálásak vagyunk, és hálás vagyok én is Istennek azért, hogy megőrzött, megtartott, és hogy abban is segített, hogy megtaláljad azt, amire ő teremtett, alkotott téged, és hogy egy olyan munkát végezhetsz, ami sok-sok embernek az épülését, javát, megmenekedését szolgál, vagy a testileg is, meg lelkileg is, sőt, szellemileg is. Úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget.